Ugye mindenképpen egy jó mérkőzésre és egy jó ellenfélre számítottunk, ezt is kaptuk. Azért úgy gondolom, hogy a Balassagyarmaton látszott már így a mérkőzés közben is, hogy itt rövid időn belül ugye 4 meccset is, ez volt nekik a 4. meccsük. Próbáltuk a srácoknak mondani, hogy legyünk türelmesek, aztán hát nem a véghajrában, hanem már ugye az első fél időben eldőlt ez a mérkőzés. Második fél időben ugye pedig azt kértük, hogy próbáljuk megtartani az eredményt és hozzuk le kapott gól nélkül ezt a mérkőzést. Ez a harmadik hazai mérkőzésünk egyébként zsinórban, amit már kapott gól nélkül hoztunk le, úgyhogy ez egy külön öröm számunkra. Ez a mérkőzés, amikor eltervezünk valamit és már gyorsan az elején változtatni kellene, mert ugye mindjárt megdőlnek a dolgok az miatt, hogy hamar gólt kaptunk. Próbáltuk a pálya minőségével azt elérni, hogy gyorsan járassuk a labdát, sokat passzoljunk, tudjuk adni azokat a mélységlabdákat, ami az kell, hogy gyorsan támadásokat tudjunk vezetni. Az a baj, hogy ezzel a gyors góllal ugye picit változtatni kellett ezen. Igazából a lendületünk nem tört meg, próbáltunk ugyanúgy menni tovább, ugyanúgy letámadtunk, próbáltunk gyorsan a támadózónába labdát szerezni, de ismét sajnos gólt kaptunk, és így az első fél időben azt gondolom, hogy el is dőltek a nagyobb kérdések. A második fél időre úgy jöttünk ki, hogy megpróbálunk gyorsan gólt szerezni, és vissza tudunk jönni a meccsbe, akkor azt gondolom, hogy még élesebb lett volna a második fél idő. Hát az utolsó passzai nem sikerültek, hiába azt mondom, hogy próbáltuk birtokolni a labdát, és helyel közzel szerintem, főleg az első fél időben jól is játszottunk, és többet volt nálunk a labda, de sajnos az ellenfél kapujára nem tudtunk veszélyt jelenteni. Azok a kulcsfontosságú passzok, amik kellettek volna, az utolsó passzok, azok egyáltalán nem sikerültek. Egyéb dolgaik most úgy nem úgy ültek, ahogy kellett volna, úgyhogy sajnos nem maradt más, mint gratulálni az ellenfélnek, mert azt gondolom, hogy megérdemelten nyerték meg a mérkőzést.